Ügyvillő módon. Ide értetek? Na menjünk akkor órát olvasni. Pont végeztem el a karfával, úgyhogy nézzük meg az óraállásokat. Ez itt a rezsipercek. Második része. Pontosan egy hét telt el azóta, mióta telepítettük ezt a kis rendszert, és most, ha odafókuszál a kamera, láthatjuk, hogy május 8 szerda, 8 óra 20 perc van. Na ki mennyire tippel egyébként, hogy mi van per pillanat, mert érdekesek az eredmények, tehát mivel hogy én nyomon tudtam követni, nekem még nagyobb meglepetést okozott, de vajon vannak-e tippek? Le ne írt, Isten őriz, nem, ne írd le. Na, de gondolom egy páran így elgondolkoztak rajta, hogy egy ekkora akúval biztos nem fogyott a hálózatból semmi, meg minden, mert hogy hát el tudtuk látni magunkat, meg stb. Pici érdekesség így az elején, hogy 440 és 400 watt között ugrándozik itt a bejövő teljesítményünk napelem oldalon. 3 amper stabilan. Batérián megy 161 watt, a többit felhasználjuk helybe. És 350 voltos munkapont környéke van. Na, ezt most csak azért mondom, hogy közel fél kilowattról beszélünk, és mutatom, hogy milyen az időjárás. Hát ilyen. Konkrétan napnak nyoma sincs egyáltalán. És szikrát se. Lássuk akkor az órállásokat, hogy nézünk ki. Kinyitjuk a kis szekrényajtót. Megkísérelünk oda fókuszálni. Nagyon reménykedem, hogy látszik. Szerintem oda fókuszált. 57,75 kWh az, ami elhasználódott. Ez ugye az összes. 0,5 kWh-n van a bemenő oldal. Természetesen ez 0,1-ről indult, ami azt jelenti, hogy csak 0,4 az a 0,5, de teljesen mindegy, hogy kerekítünk vagy nem kerekítünk. A fő lényeg az az, hogy azért, hogy itt ott az a kis szép kis színuszjel ott mutassa nekünk, hogy van hálózat, 0,4 kWh-ba került. Hát fel lehet szorozni. 3-4 watt? Ez a készenléti felvétel. Nincs mese. Ugye ott van hagyva biztonsági technikailag, hogy ha esetleg lemerülne az aksi, akkor tudjon átállni hálózatra az inverter. Vagy ha esetleg valami túl nagy teljesítmény kéne kijön az inverterből, akkor tudjon bypassra menni. Szerencsére nem kellett, de a lehetősége megvan neki attól függetlenül. Lássuk akkor, hogy milyen akkuhasználatot produkáltunk az elmúlt egy hétben. Ehhez semmi más dolgunk nincs, mint hogy ide megyünk a naptárikonra, és azt mondjuk neki, hogy első hétől kérjük, 8-áig áprilizzuk, és innentől kezdve egyből kirajzolódott itt nekünk maga a fűrészfog. Konkrétan azt láthatjuk nagyon szépen, hogy ugye elsőjén 0 óra 30, hát reggeltől indulunk technikailag, ami azt jelenti, 9 óra 30 körül ugye itt üzemeltük be magát a villanyórákat, itt tekértem bele 0,1 kWh-t, az első nap lement a töltöttségünk 86,4%-ig, második nap lement a töltöttségünk 83%-ig, harmadik nap, itt látható egy erősebb meredek és egy lassúbb meredek, plusz egy ilyen kis mélyzóna, 68%, következő nap 72,8, következő nap itt volt a legmélyebb gyakorlatilag, 37%, aztán megint visszatértünk a úgymond normális mederbe, ahol 89%, és itt megint 88%. Tehát technikailag egy ilyen akku, egy ilyen inverterrel, ennyi napelemmel tökéletesen kiszolgál bennünket. Egy normál háztartásra gondolok természetesen, és ugye kicsit jobban meg tudjuk itt elemezni a dolgokat. Például látjuk azt, hogy egész álló nap, tehát reggel 9 órától, mondhatni ilyen
még fél nyolc körül is majdnem 100%-on volt az akunk. Itt aztán hirtelen esett egy kicsit, de csak egy pár százalékot, itt pedig nem belassult. És ugyanezek a dolgok mindig visszatérő elemek, és mindenütt gyönyörűségesen látszanak, kivétel nélkül, és itt is ugyanez a szitu, csak itt van a legnagyobb fogyasztásunk, hogy 17 órakor még 100%-on voltunk, 20 óra 40-kor csak 59,3-on, az éjszakai fogyasztás az pedig még lement, ugye 59,valahány%-ról 50% alá valamivel, és ugye ez 5 óra 50 perc, azaz itt indult be újra az a nagy fogyasztó, ami este abba maradt, és még lementünk ugye 37%-ig, aztán meredeken emelkedett, ugyanis elkezdett sütni a nap. Tehát, hogyha a valóságot nézzük, technikailag ez a 37%, ez nem is 37%, mert alapvetően, hogyha tudtuk volna, hogy nem lesz jó idő, akkor nyilvánvalóan nem indult volna az a nagy fogyasztó, magyarán mondva megmaradtunk volna 50%-on lazába, de amit én igazából le tudok vonni következtetésként, az az, hogy ez a méretezés, ez tökéletesen akkor is megállja a helyét, ha kettő napon keresztül nagyon-nagyon kicsi termés van csak napelemek irányából, tehát akkor sem leszünk teljesen lemerülve, egy normál háztartás esetén természetesen. Nagyon-nagyon fontos, hogy a használati melegvizet nem elektromos árammal állítjuk elő, hanem egy nyomásos headpipe napkollektor gondoskodik ennek az előállításáról, amit tökéletesen teszi a dolgát, tehát nekünk ilyenre nem kell fordítani egyáltalán. Elektromos autótöltés itt nincs, azt én szoktam tölteni, ez a saját rendszeremről, hát sokkal több akúval rendelkezem, sokkal több napelemmel, stb. Így a grafikont összegezve alapvetően nagynak tűnhet a 14,3 kWh-s akupak ehhez a rendszerhez, de az egyáltalán nem nagy. Jelen pillanatban a nagyon jó napállásunk az, ami ezt a dolgot tükrözi, alapvetően, hogyha sokkal rosszabb lenne a napállásunk, tehát nyilván arra kell méretezni, hogy ennek kora tavasszal, késő ősszel is ugyanígy kellene működni, ahhoz szükséges egy ekkora akupak mindenféleképpen, hogy biztonsággal tudjunk kettő rosszabb termelési napot is áthidalni, de egy normál háztartást ez vígan kivisz, télen viszont lehetnek szűkösebb idők, amikor már egy darab akupak kevés lehet, azonban abba is bele kell gondolni, szerintem legalábbis, amennyiben egy nagyobb akupakot teszünk a rendszer alá, akkor oda nagyobb töltőáramot is kellene biztosítani, ami több napelemmel jár. Ami több napelemmel jár, az nagyobb inverterrel jár. Tehát itt megint a méretezés fogja hozni, saját magát kiegészíti folyamatosan, ugyanis hiába lenne nekünk itt mondjuk, teszem azt most csak hasamra ütök, 28 kWh akunk, ugyanígy 5 kW napelemmel, ugyanezzel az inverterrel, a tél kellős közepén, amikor nagyon gyenge a termelés, nem tudnánk feltölteni. Egyszerűen folyamatosan az lenne, hogy szerintem ugye ameddig 100%-ról indulnánk, gyönyörűségesen leesnénk egy bizonyos százalékra, és napközben csak annyit termelnénk, hogy lehet, hogy csak egyenesen mennénk végig gyakorlatilag, tehát nem tudna feltöltődni a rendszerünk, és hetekig ott lennénk gyakorlatilag 30%-on. Ameddig egy jól méretezett rendszer, az lehet, hogy a 37%-ból, ha nem is 100%-ra, de felmegyen mondjuk 60-70%-ra, és úgy futunk neki a következő éjszakának. Nyilvánvalóan ennél sokkal rosszabb példák is lehetnek, amikor mondjuk egy ilyen havastáj jön ránk, és nem akar az a hó elolvadni a napelemről, és mondjuk nem takarítható, esetünkben pontosan nem takarítható, mert olyan helyen van a napelem, hogy nem hozzáférhető, nem úgy, mint nálam. Tehát ugye ebbe is bele kell gondolni, de alapvetően rengeteget lehet spórolni egy ilyen rendszerrel. Jelen pillanatban 100%-on van maga az aku, teljes mértékig, és a mai nap már lement egy mosás, egy szárítógép, aztán még a mosogatógép is járt ráadásul, külön-külön természetesen, de ha visszanézzük mondjuk az elmúlt 12 órát, akkor láthatjuk, hogy itt van a reggel 7 óra, mivel fellegesebb volt az idő, lassabb volt a feltöltődés, itt már láthatjuk, hogy 10 óra 44 perc volt a 100%-os töltöttségnek az elérése, és valahol itt a délután folyamán, itt egy kicsikét megzuhant, 98,9%-ig, hát nem mondanám, hogy hú, de nagyon beesett, de vissza is tért, ahogy megszűnt a terhelés,
és jelen pillanatban is 100%-on vagyunk. Tehát itt technikailag hát remek. Nagyon-nagyon remek a rendszer, tökéletesen végzi a dolgát. Én azt mondom, hogy erre a videóra ennyit. Visszanézzük a jövő héten is egyébként, és összevetjük a első és a második hetet, hogy látok-e rajta valami különlegességet, változást, ugyanis az időjárásban némi kis változás az van, na de majd a grafikonok majd beszélnek mindenféleképpen, ott lesz minden, nem titok egyáltalán. Ha tetszett ez a videó, akkor nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és ha még nem tetted, akkor iratkozzál fel. Nem csak hozzám, a többi csatornára is. A következő videóig is, na csá!